Bronzba öntött portrékból nyílt kiállítás a Ház Rezső Múzeumban. A történelem és a jelenkor nagyjait a csongrádi Dudás Sándor örökítette meg. Munkái egy hónapig lesznek a Székelyudvarhelyi Képtárban. A magyarországi alkotó munkássága talán kuriózum is lehet az udvarhelyi közönségnek, hiszen egy olyan műfajban dolgozik, amely az itteni művészeknek is sok szempontból újdonságot hordoz magában. Így köszöntötte Dudás Sándort Miklós Zoltán, a Ház Rezső Múzeum igazgatója. A művészt elsősorban a portrék foglalkoztatják, 1992 óta a Csongrádi Nemzetközi Művésztelep vezetője. Azt szeretnénk, hogy akár Magyarország más vidékeiről, akár a magyar nyelvtörről bármely vidékéről érkezzenek olyan művészek, akik érdemesek a kiállításra, és akik munkái láttán a székelyudvari közönség is gyarapszik és gazdagszik a vizuális művészete. A művész azt mondja, a személyiséget szeretné visszaadni alkotásaival, illetve csak remélni tudja, hogy a néző is ugyanazt véli felfedezni a plasztikákon keresztül. Az udvarhelyre elhozott tárlatban találjuk például Vörös Sándor, Petőfi Sándor, vagy éppen Semmelweis Ignác portréját. Talán inkább a kép, ami maradt bennem, valamint amit róla olvastam. Na most ez egy kicsit nagyképűen hangzik, hogy én a személyiséget szeretném visszaadni, vagy hogy azt tükrözze, amilyen az a személyiség. Na most ezt lehet, hogy csak beképzelem magamnak, de remélem, hogy a szemlélőben is azt a képet kapja, amit én láttatni szeretnék ezen a plasztikán keresztül. A művész portréiban igyekszik az adott kort is megjeleníteni, a kor képzőművészeti stílusának megidézésével. A Dudás Sándor közel 70 alkotását felvonultató tárlat egy hónapig lesz Székelyudvarhelyen.